Mai webkonferencia a neuroendokrin daganatokról fog szólni, amelyeknek közös jellemzője, hogy a sejtek citoplazmájában bizonyos granulumokat, szemcséket találtak, ezek szekréciós granulumok, és tudjuk jól, hogy ezekben hormonok tárolódnak, biogénaminok és egyéb peptidek, és amikor ezek kikerülnek a vérpályába, hát akkor jellegzetes tüneteket fognak okozni. Igen ám, de nagyon sok szervben előfordulhat ez a bizonyos neuroendokrin daganat, viszont a kulcsot a megértéshez és a megoldáshoz megadja, ha megtaláljuk ebben a közös nevezőt. Természetesen, hogy nem mellőzhetjük azt a gondolkodást, amit hát dr. Rike Gerdhammernek köszönhetünk, ennek a csodálatos embernek, aki az emberiség számára megfejtette azt a nagy titkot, hogy hogyan működik is nem csak az emberi szervezet, hanem gyakorlatilag milyen törvényszerűségek mentén működnek az egysejtőektől a növényeken, állatokon keresztül az emberi lény is. Ez egy nagyon lényeges felfedezés, mert csak is így fogjuk tudni megérteni, hogy a szervezetünkben mikor mi történik, annak mi az oka, és ha tudjuk valaminek az okát, akkor fogjuk tudni a valós megoldást is. Ez a mai nap is egy ilyen oknyomozó előadást fog bemutatni. De ne feledjük, hogy a germán gyógytudományt Hammer doktor orvosoknak és betegeknek írt, akiknek szívük és józan eszük van. Nos, ez egy nagyon fontos meghatározás, nem véletlen, hogy az új weblapon is Hammer doktornak ez a mondata szerepel, valamint azt, hogy germán gyógytudomány orvos szemmel. Mert úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy ki tolmácsolja a germán gyógytudományt a laikus közönségnek, és nagyon lényeges az, hogy vannak-e egyéb ismereteink is, mint mondjuk az öt természettörvény és a tudományos táblázat. Tehát a tudományos táblázat elolvasása feltételezi, hogy az illetőnek van némi előképzettsége a biológiában, a medicinában, élettanban, kórélettanban, stb. Ezért költöttem arra, hogy Hammer doktor összes művét megszerezzem, és ezeket magyar nyelvre lefordítsam, hogy részletesebb információkat is szerezzek be, mint ami a tudományos táblázatban megtalálható. A tudományos táblázat egy fantasztikus összeállítása Hammer doktornak, be fogom mutatni, hogy érthető legyen, hogy hogyan kell használni, de hogy hogyan jutott el Hammer doktor ezekhez a felismerésekhez, hát ahhoz hatalmas tragédiákat kellett megélnie. Igen, kérem szépen, meg kellett élnie, mint 4 gyerekes családapának, hogy a második szülött gyermeke, a 19 éves fia, Dirk Hammer, a savoyai trónörökösnek az áldozata lesz, ugyanis a savoyai trónörökös, vagyis az a herceg, akit végül is nem választottak meg Olaszország királyának, mert ugye a köztársaság mellett voksoltak a világháború után az olaszok. Szóval ez az ember erősen ittas állapotban 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti az itt a fólián látható 19 éves Dirk Hammert, Hammer doktor fiát. Ez a tragédia a Cavallo sziget kikötőjében történik, és Dirk Hammer alszik egy csónakban teljesen ártatlanul, amikor ez az ember a 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti. A történetet a Hammer doktor életéről és munkásságáról szóló előadásban láthatjuk, hallhatjuk, illetve most már az új weblapon külön cikk is olvasható Hammer doktor életéről. Nos, nem megyek bele a részletekbe, a lényeg az, hogy ez 78. augusztus 18-án történik,
és december 7-én, 111 nap után ez a 19 éves fiú meghal az apja karjai közt, ezután pedig két hónapra rá, már 79 februárjában Hammer doktornak herredaganata alakul ki. Akkori tudásával beleegyezik a műtéti megoldásba, de se kemós, se sugárkezelést nem vállal, és minek utána egyéb biológiai programokat is elindít, többek között egy hasártya programot. Pokoli kínok következnek, ahogy ő szó szerint leírja a könyvében, és megtörténik a gyógyulása, bár mindenki azt hitte, hogy Hammer doktor ebbe bele fog halni, hisz 1% túlélési esélyt adtak neki akkor. Miután felépül Hammer doktor, tehát ez már 79-80-ra tevődik, 81-től már egy ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, Münchenhez közel, egy nőgyógyászati ráklinikán, és itt, mint rákból gyógyult beteg felteszi a kérdést a daganatos betegeknek, hogy az ő életükben történt-e valami nagyon súlyos, váratlan esemény, amiben sokáig benne maradtak, és hát ez nagyon, nagyon magányosan élték meg, és egy hatalmas félelem töltötte el őket. Tehát volt-e ilyen az életükben? És természetesen mind a 200 megkérdezett páciensnek a válasza igen volt. Most ezek után Hammer doktor megfejti, hogy ezek a lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével indítanak el szervi elváltozást. A lelki megrázkódtatáson nem a nagybetűs lélekre kell gondoljunk, hanem mi lelki megrázkódtatásként mondjuk magyar nyelven azokat az érzelmi megrázkódtatásokat is, amelyek minket félelemmel, fájdalommal törtenek el. Ilyenkor nem a lelkünkkel van baj, itt érzelem és gondolat összekapcsolásáról van szó csupán. Nos, ameddig benne maradunk ebben a konfliktusban, addig a biológiai testünk egy biológiai segítséget fog adni, hogy túléljünk, és a kérdés csak az, hogy a konfliktus pillanatában mit rögzítettünk, mert minden érzékszervünk rögzíti a rá vonatkozó frekvencia sávokat, azt, amit láttunk, azt, amit hallunk, azt, amit ízlelünk, vagy emésztünk, vagy éppenséggel milyen illat volt a levegőben, hogy volt-e, vagy nem volt akácillat, vagy parlagfű, vagy por, vagy bármi, mert ezek a sínek fogják képezni tulajdonképpen annak lehetőségét, hogy krónikus betegek legyünk. De ezek a sínek nagyon hasznosak, nem a sínek ellen kell küzdeni és ezeket felszámolni, hanem a sínek rávezetnek minket arra, pont oda vezetnek, hogy mi is volt az alapvető problémánk. A problémával kéne kérem szépen foglalkozni, és nem a sinekkel. A sinekért nagyon hálásak kell legyünk, mert ezek megkönnyítik magának a konfliktusnak a megtalálását, felismerését, és ha ezt érzelmileg elengedjük, akkor a sinek is eltűnnek. Tehát ez lenne a lényeges mondjuk egy terápiában, mert ameddig ezzel nem foglalkozunk így, addig nem fogunk érdemi munkát végezni. Hogy egészen pontosan Hammer doktort idézem a sínekkel kapcsolatban, azt mondja, hogy a terápia kapcsán az a feladatunk, hogy megtaláljuk a sínekkel azt a konfliktust, amit az illető beteg megélt. És pontosan a germánygyógytudomány tudományos táblázatában a negyedik oldalon Hammer doktor használja a következő kifejezést, hogy GNM terapeuta. Tehát, ha például egy bél vagy bélhez vagy a tüdőhöz tartozó mirigyrák értelmes biológiai különprogramja, gyanúja áll fenn, a táblázatból kikereshetjük a szervhez tartozó konfliktus tartalmat. Következő lépésként ki kell derítenünk, hogy az értelmes biológiai különprogram
A konfliktus aktív vagy a konfliktus megoldási fázisban van-e? A konfliktus megoldási fázist éjszakai berejtékezés kíséri, ha a DHS becsapódásakor a szervezetben már voltak jelen mikobaktériumok. Ezután elsünk pánikba, keresünk fel egy GNM terapeutát, és beszéljük meg vele a részleteket. Ezt Hammer doktor szó szerint így írja a tudományos táblázatban. Vannak, akik azt állítják, hogy GNM terapeuták nem léteznek, ilyet Hammer doktor nem mondott, hát itt a bizonyíték, hogy igen. Szóval az érzelmi megrázkódtatást az agy fogja szervi szintre közvetíteni. Mondhatnánk, hogy a lélek a programozó, az agy a komputer, a szerv pedig a periférián végrehajtja azt, amit mi benne ragadtunk, amit nem tudtunk megoldani. De kiemelném, hogy érzelmileg kell lezárni mindazt, amit érzelmileg megéltünk, és az érzelmi átalakítás. A félelemnek az átalakítása jelenti valójában az egész programnak a megoldását. És ha nem találjuk azt a bizonyos DHS-t, Dirkheimer-szindrómát, akkor még mindig megtehetjük azt, hogy feleslegessé tesszük azt a programot, ami per pillanat fut a szervezetünkben, mondjuk valakinek cseng a füle. Akiket érdekelnek a részletek, azok ne gondolják azt, hogy egyetlen órában ezt az egészet el fogják sajátítani. Nem egyetlen óra alatt gyűjtött össze magának valaki mondjuk 12 féle betegséget, értelmes biológiai különprogramot. Ha meg akarják érteni nem csak a kialakulást, hanem magát a megoldást is, akkor szálljunk rá azt a 3 napot, amire lehetőség nyílik egy online képzésen, vagy mikor megengedik, akkor egy szemtől szembe, egy teremben történő képzésen. Nagyon lényeges dolog alapjaiban megismerni a folyamatokat, és természetesen alapjaiban megismerni azt is, hogy hogyan tudok ebből az egészből kilépni. Az legelső és legfontosabb megoldási kulcs, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ezt mindig és mindig elmondom, hogy ezt az egyet, ha be tudnánk tartani, már nem lennénk krónikus betegek, mert akkor eltűnnének a sinek, és gyakorlatilag egészségesen élhetnénk tovább. Ami lényeges kérdés mindig az, hogy mi volt az illetőnek a megélése. Vagyis soha nem az számít, hogy mit látott a környezet, vagy éppen mi a történetnek a lényege. Mert mindig az én megélésem az egyetlen valóság, és ez fogja eldönteni, hogy én egy adott konfliktusra egy bélprogramot indítok el, mert mondjuk azt, hogy kellemetlenül érzem magam, vagy széklettől beszennyezve érzem magam, de szerintem ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy szarul vagyok. Tehát amikor így érzem magam, a biológiám, mivel az agyom nem tud különbséget tenni valóságállam és illúzió között, elindítja a programot, hogy megszabadítsanak akitól. De ugyanabban a helyzetben én megélhetek egy bosszankodást is, és természetesen erre egy másik biológiai válasz fog születni, vagy az egésztől képtelen vagyok elmenekülni, ebben már benne van az ige, ez érinti az izmokat, tehát itt már az izmok lesznek érintve, és a többi, és a többi. Tehát mindig az számít, hogy mi volt az én megélésem, és ezt el tudja valaki mondani a beteg helyett? Na ugye, ezért van az, hogy a betegnek szükséges, hogy megnyíljon bizalmasan, hogy őszinte legyen önmagához, mert ha még önmagához se őszinte, akkor ne is keressen, akkor ott nincs mit kezdeni, akkor szedjen tablettákat. És hogyha őszinte önmagához, és képes az érzelmi átalakításra, én nem csak annyit mondtam, hogy megbocsátok, de nem felejtek, szóval, akkor igenis meg fogja tudni oldani a problémáját. A biológiai válasz, amit betegségnek nevez a medicina, hajszálpontosan ad választ arra, hogy mi az, amivel foglalkoznunk kell a gyógyuláshoz. Tehát remélem mindenki számára érthető, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Íme egy emlék az előző weblap fő oldaláról.
de ez a mondat a mostani weblapon is természetesen szerepel. A második természettörvényben Hammer doktor feltárja számunkra, és grafikusan ábrázolja, hogy mi történik a DHS után, vagyis miután becsapódik az istennyilag, történik valami nagyon kellemetlen, váratlan esemény velem, és akkor mi fog velem történni. Nos, a becsapódás előtt látjuk a színusz görbét, ami azt mutatja, hogy nappal a kék mező a szimpatikus idegrendszer, éjszaka a piros mezők, a paraszimpatikus idegrendszer hatása alatt vagyunk. Ez két olyan idegi tényező, amiről nekünk nem kell tudni, ezt nem mi irányítjuk, ez a belső szervek működését hangolja össze, ezért nem kell gondolkodnom azon, hogy mennyi vajon most a vérnyomásom, vagy a vércukorszintem, vagy ha elkezdek futni, milyen erekkel megnyíljanak ahhoz, hogy az izmok megfelelő mennyiségű vért kapjanak. Ez teljesen automatikusan magától megtörténik. Amikor becsapódik a DHS, tehát történik egy váratlan esemény az életünkbe, hát akkor jön a konfliktus aktív fázis, látjuk, hogy a szimpatikus idegrendszer túlsúlya lesz az, ami hát túlnyomó részt megnyilvánul, és ezt fogjuk mi egyszerűen stressznek nevezni, vagy azt az állapotot, ameddig mi ebbe benne maradunk, mert ugye feszült az idegállapotunk, zakatol az agyunk, nem alszunk nyugodtan, nincs étvágyunk, nem eszünk, lefogyunk, emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, szűkülnek az erek, és hideg a kezem, hideg a lábam, emelkedik a vérnyomásom. Szóval ezek mind a konfliktus aktív fázisnak a tünetei, és ebben a szakaszban, ebben a részben ne feledjük, hogy már a biológia ad egy segítséget, egy biológiai választ, hogy túléljek. A konfliktus aktív fázisban készült CT-képet látjuk bal oldalt fent, mintha egy céltábla lenne a koponya CT-re rávetítve. Ez azt jelenti, hogy valakinek éppen valamilyen nagyon súlyos konfliktusa van. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a körkörös gyűrűknek a kiterjedése, ez attól függ, hogy milyen erősen érintett meg engem egy bizonyos probléma, és ezek a hatások a szomszédokra is kiterjednek azért. Szóval az agyunkat nem lehet szétszedni dobozokra, rekeszekre, fájlokra, mint egy számítógépet. Itt azért kölcsönhatások vannak, a felső részektől a legmélyebb részekig természetesen. Hát aki hallgatta a konstellációkról, pszichózisokról szóló előadást, az ezekkel már tisztában is van. A lényeg az, hogy mennyit ülünk ebben a konfliktus aktív fázisban, mert ez fogja meghatározni, hogy mekkorát szenvedünk a megoldás követő fázisban. Amikor megoldódik a konfliktus, és remélhetőleg érzelmileg, ugye, és lezártam egyszer és mindenkorra azt a problémát, akkor megtörténik a biológia helyreállítása, vagyis mindazt, amit elkövetett a testük a konfliktus aktív fázis alatt a túlélésünkért, az helyre fogja állítani a megoldást követő fázisban, de gondolom ez teljesen logikus. És ennek látjuk három része, három szakasza van. Az exudatív szakasz a nagy piros mély terület, azt jelenti, hogy itt fogjuk magunkat betegnek érezni, mert a gyulladás tünetei jelentkeznek, mert fáj a fejünk, mert gyengék vagyunk, és igazán hatalmas betegségtudatunk van. Egy férfi ember, ha már 37-5 fokos láza lesz, akkor már ő a világ legbetegebb embere lesz, így van, drága hölgyeim, és természetesen, hogy ilyenkor ágynak dőlünk, és gyorsan orvost hívunk, doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Aki így gondolja, hát semmi kifogásom ellene, a fájdalmat lehet csillapítani természetesen, a gyulladást lehet csökkenteni, lehet borogatásokat használni, ezzel lehet jeges zacskót tenni a fejünkre, hogy csökkentsük az ottani duzzanatot, ezekkel semmi, de semmi probléma nincs, akit érdekelnek a terápiás lehetőségek a germán gyógytudományban, két előadást is talál ezzel kapcsolatosan. Ezzel még itt semmi probléma nem lenne, de jön az epileptoid krízis, ez a megint kék színű terület,
ami, amint látjuk, egész magasra emelkedik, és ez azt jelenti, hogy itt igencsak zajos tüneteket fogunk megtapasztalni, vagyis a legsúlyosabb izomgörcsök, a bélkólikák, azok itt fognak megjelenni, de a vesegörcs, az epegörcs is az epileptoid krízisben fog megjelenni. Itt fog a pulzusunk elszállni, és kapunk tüdőembóliát, vagy éppen a szívünk leállni, vagy mélyvénás trombózist kapni. Ezek igencsak életveszélyes tünetek természetesen, és azt gondolhatnánk, hogy hát a teremtő valamit nagyon elrontott, mert ebbe én belehalok. Ne feledjük el, hogy a teremtő nem mondta nekünk, hogy egy konfliktusba évekig vagy évtizedekig maradjunk benne. Senki, de senki ezt nem mondta nekünk. Ez a mi meggyőződésünk és hibás gondolkodásunknak a következménye. Ha a teremtő azt mondta, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ha ezt betartanánk, akkor idáig nem jutnánk. Szóval jó lenne elgondolkodni azon, hogyha ismerem, hogy hogyan zajlanak le ezek az értelmes biológiai különprogramok, akkor megéri, hogy bosszankodjak? Megéri, hogy harcoljak az igazságért? Megéri, hogy szarul érezzem magam? A választ mindenki adja meg maga. Az epileptoid krízisnek hatalmas biológiai szerepe van, hiszen itt fog a folyadék az agyi központból is kipréselődni. Az exszudatív fázis azt jelenti, hogy exszudátum, vagyis folyadék, víz gyülemlik fel, nem csak szervi szinten, hanem az agyi központban is. Ezt látjuk az alsó CT felvételen, két nyíl is mutat éppenséggel az exszudatív fázisban lévő hámeri gócra. De az a folyadék, amire ott a nyilak mutatnak, az az epileptoid krízisben kipréselődik, és több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittünk, mert nem csak az agyi reléből, hanem szervi szintről is kipréselődik a víz, és amikor már a nehezén túl vagyunk, akkor jön a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy megint meleg lesz a kezünk és a lábunk, jó a hangulatunk, megjött az étvágyunk, de iszonyúan fáradtnak érezzük magunkat, és van, aki itt dobja be a törölközőt, itt adja fel, pedig már csak néhány nap, esetleg hét választja el a teljes gyógyulástól. Tehát, ha ilyen szépen zajlik le minden, feltehetjük a kérdést, hogy akkor miért vannak krónikus betegségek. Ezt is bemutatom ábrákkal tarkítva, természetesen, de már elárultam, ott van, hogy nem múlt el a napunk a konfliktusok lezárásával, vagyis benne csücsülünk a konfliktusban, és nem érzelmileg oldjuk fel, ezért a sínek gondoskodni fognak arról, hogy emlékeztessenek minket a megoldandó feladatainkra. Amint mondtam, Hammer doktor a harmadik természettörvényben mutat rá arra, hogy mi is történik valójában a biológiai testünkben, az értelmes biológiai különprogram alatt. Mondtam, hogy a konfliktus aktív szakaszban a szervezetünk mindent elkövet a túlélésért, de mit tud elkövetni? Hát vagy sejteket szaporít a cél érdekébe, ha már nem bírják a meglévő sejtek a feladatokat ellátni, mondjuk egy pajzsmirigy hormont termelő sejt már nem képes elegendő hormont termelni, mert még mindig még több kell belőle, és hát akkor szaporodni fognak a pajzsmirigyben a sejtek. Ez minden fájdalom nélkül megtörténik, természetesen a megoldást követő fázisban fájdalommal le is fognak ezek bomlani. Nos, amint látjuk, az agytörzs és a kisagy együtt az, amelyekből mindig a sejt szaporítással induló programok indulnak el. Ezeket együtt ős agynak nevezzük. Az agyvelő és agykéreg együtt a nagy agyat képezi, és az a közös bennük, hogy ezeknél viszont a konfliktus aktív szakasz mindig sejtszintű sorvadással indul, majd a megoldásban jön a visszaépítés, és az agykéreg képes arra, hogy működés változással, vagyis fékezéssel, blokkolással is segítsen nekünk a túlélésbe, természetesen a működés helyre áll a megoldást követően.
Ez a legegyszerűbb egyenletrendszer, amit életemben láttam. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt már egy ötödikes gyermek is meg tudja érteni. Nem jelent ez semmi különösebb előképzést, hogy ezt valaki el tudja fogadni, vagy meg tudja érteni. Ez annyira egyszerű. Nos, mindenre Hammer doktor úgy jött rá, hogy visszalapozott az embriológiába, meg ne ijedjünk, a gyógyuláshoz nem kell megtanulni az embriológiát. Viszont ha egy kicsit figyelünk erre a fóliára, akkor látjuk az összefüggéseket, és az első nagy üzenete ennek az egésznek, hogy nincsenek áttétek. Tehát akit ilyesmivel riogattak, hogy teli van áttétel, és a napjai meg vannak számlálva, mert hát ilyen levelet is kaptam, hogy sírva hívott föl valaki, hogy mi azt mondták a rendelőben, hogy még 3 hónapja van hátra, és meghal. Hála Istennek 5 perc múlva már tudott nevetni. Szóval a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy áttétek nincsenek. Miért? Mert minden szervünk, minden szövetünk a 3 csíralemezből alakult ki. Na most ez a 3 csíralemez a megtermékenyített petesejtből alakul ki, nagyon gyors sejtosztódással, szedercsira állapot, és mielőtt beépülne, felvenni a kapcsolatot, az a megtermékenyített petesejt szedercsira állapotban, az anyai mély nyálkahártyával, hát átrendeződik 3 csíralemezzé, és Hammer doktor nagyon ötletesen, nagyon-nagyon plasztikusan használt ezt a 3 színt, a sárgát, a narancsot és a pirost. Látjuk, hogy a sárga színnel jelzett sejtek azok a baloldali képen belül vannak, ugye ez a belső csíralemez, és vagy nevezzük endodermának, aki akarja endodermának, hál' Istennek van elnevezés a medicinában, egy egész szótára való. Szóval ez a belső csíralemezből származó sejtréteg fogja létrehozni azokat a szerveinket, vagy bizonyos szerveinknek azokat a részeit, amelyek biztosítják számunkra a túlélést. És majd tisztázzuk, hogy mi kell a túléléshez. Látjuk a sárga színnel jelzett agytörzs vezérli, ott a nyílirányú metszeten, meg harántirányú metszeten is láthatunk egy grafikus ábrát. Tehát tudni kell, hogy ahogy ott a fekete-fehér képen a koponyalappal párhuzamosan készült sikokat nézzük, most azokat látjuk a fóliának a szélén, természetesen színesben, mert úgy szebb, megérthetőbb. Tehát belső csíralemez, endoderma, falatkonfliktus, agytörzs irányítja. Külső csíralemez, piros szín, vagy ektoderma, agykéreg irányítja, és ide birtok és elválasztási konfliktusok tartoznak, piros nyíl mutatja a piros babát, mert ugye az elválasztási konfliktusok azok a bőrfelszínen fognak szervi szintű elváltozást okozni. A birtok konfliktusoknak meg a becsapódási helyét látjuk a jobb felső piros tojás alakú hát agyi metszetben. Na, maradt a narancssárga középen, és ennek, amint látjuk, 2 része van, az egyik hozzátapad a sárga, a másik pedig a piros sejtsorhoz. Ez azt jelenti, hogy a középső csíralemez vagy mezodermának 2 típusú sejtje van, ami a sárgához tapad, az a régi mezoderma, ami a piroshoz tapad, az az új mezoderma, és ezeknek más és más lesz az agyi központja, vagyis irányító központja. Ami tehát a sárgához tapad, azt a kisagy irányítja, ide a vélt vagy valós támadások és gondozási konfliktusok tartoznak, látjuk a kisagyat ugye ott, hosszanti metszetben is, nyílirányú metszetben is, keresztmetszetben is, és a hozzátartozó sejteket, ezek ugyanúgy fognak működni, mint az agytörzs irányította sejtek, tehát amik a falat konfliktust oldják meg, konfliktus aktív szakaszban építenek, aztán bomlanak, emlékezzünk az előző képre, de még majd visszahozom. A másik narancssárga színű sejtsor, ami tehát a piros sejtekhez tapad, az új mezoderma, az agyvelő vagy fehér állomány irányítása alatt vannak. Ezekben a sejtekben fognak megnyilvánulni az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink, és ez a mozgással kapcsolatos szerveinket fogják érinteni, mint a csontokat, izületeket, izmokat, ereket, kötőszövet, zsírszövet, és még egy pár
egyéb szövetet. Mondom, ezt nem kell megtanuljuk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Az első feltétel, hogy légy őszinte önmagadhoz, a második pedig, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ugye? Nos, ha megnézzük akkor most már a Hámer doktor tudományos táblázatát, amire már utaltam, és ezeket a konfliktus típusokat, meg az irányító központokat, akkor fogjuk látni azt a fantasztikus logikai rendszert, ami ebben a táblázatban van. A lényeg, hogy a sárga színű oszlop, ugye az az agytörzs által irányított túlélő programokat tartalmazza, a falat konfliktusokat, de ne feledjük, a nagy okos agyunknak minden idézőjelben falatot jelent, amire én úgy gondolok, hogy ez nekem kell. A biológia folytatja, nekem kell a túléléshez, és akkor az egy falat, amit meg kell szereznem. És lehet, hogy csak egy átmenő jegyet kéne a vizsgán megszereznem, de én erre ráizgulok 2 héten keresztül, és mikor megkapom az átmenő jegyet, akkor begyullad a mandulám. Hát megkaptam az átmenő jegyet, a falatot, a túléléshez. Értjük? Tehát ez a biológiai gondolkodásnak a lényege, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Ebben a sárgoszlopban fogjuk megtalálni a vesegyűjtő csatornához kötött programot, ami nagyon fontos, azért van külön kiemelve, hogy magány és egzisztenciális konfliktus. Hát erről 2 héttel ezelőtt beszéltünk, illetve az érzelmi feloldásról a múlt héten beszéltünk, de nagyon részletesen, Réka lépett be és beszélt ennek a megoldásáról. Hát aki itt volt, itt volt, aki nem volt, nem volt, majd visszanézi a felvett anyagot. Szóval a sárga oszlop alján pedig a síma izmokról szóló programok vannak, mert azért ne feledjük, hogy a tápcsatorna egy 3 rétegű csőrendszerből áll, teljesen leegyszerűsítve nyilván, belül mindent nyálkahártya borít, nem csak a tápcsatornát, hanem az ereket is, az epe kivezető csatornát, mindent nyálkahártya borít, tehát ez a bélés. A középső réteg az egy rugalmas réteg, amiben ugye síma izomelemek és kötőszöveti, rugalmas kötőszöveti elemek vesznek részt, és a külső réteg pedig egy olyan kötőszöveti réteg, ami az egészet hát rögzíti, hozzáköti a környezetéhez, ami gyakorlatilag nem engedi túlnyúlni ezeket a csöveket, hogy így fogalmazzak. Tehát megoldottuk a sárga oszlopot. El kell mondanom, hogy a sárga oszlopnál a lényeges tudni, hogy jobb oldalt kapjuk el a falatot, és bal oldalt ürítjük a maradékot, és akit ez részletesebben érdekel, az megnézi az agytörzsi konfliktusokról szóló előadást, nem részletezem. Viszont a narancssárga és piros oszlopokra jellemző, illetve vonatkozik a kezűség kérdése, hogy ki a jobbkezes és ki a balkezes, ezt szintén megtudjuk a kisaggyal kapcsolatos előadásokba, ugye a vélt vagy valós támadások című előadásból, vagy a kisagyi konstellációkból. Tehát vélt vagy valós támadás, megint utalok arra, hogy nem kell valakit megverjenek konkrétan, elég, ha attól fél, hogy meg fogják verni, és már is elindítja a kisagyhoz tartozó szövetekben a szövet szaporítást. Vagyis az irhának a szaporítását, vagy a burkok szaporítását, ami ugye hashártyát, mellhártyát és szívburkot jelent. Az irhának része a verejtékmirigy és fagyúmirigy is, természetesen ezeknek is megvannak a maguk programjai, de a tejtermelő mirigyek a módosult verejtékmirigyek, tehát embriológiai szempontból a kisagy irányítja, irhához tartozik. És ezért van az, hogy a gondozási konfliktus, vagy ahogy szoktuk mondani magyarul, amikor túlzásba viszem az aggódást és szeretett személy hogy léte miatt, nos, ez a tejtermelő mirigyeknek a túlszaporodását, vagyis meldaganatot fog okozni, úgynevezett adenokarcinomát. A
Biológiában minden igaz, meg annak a fordítottja, mint Amerikában. Tehát nem csak a gondozási konfliktus, hanem ennek az ellentétje, vagyis az állandó vita veszekedés is a tejtermelő mirigyeknek a túlszaporodását fogja okozni. A harmadik konfliktus, az elválasztási konfliktus, az már agykérekhez kötött program. Az agyvelő irányítja tehát az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusokat, ez a narancssárga oszlop alsó része. Innen váltunk, mert innen már a konfliktusaktív szakaszban nem sejtet építünk, hanem innentől sejtet sorvasztunk. Ugye önleértékelés, önpusztítás, ezt az egyenletet azért írom fel, hogy akkor mindenki számára ez egyértelmű, hogy itt sorvasztani fogunk a konfliktus aktív szakaszban, és fájdalom nélkül természetesen, ezért ez egy nagyon gyilkos dolog, majd a megoldásban jön a fájdalmas visszaépítés. Az agykéreg piros oszlop felső részében a birtok és elválasztási konfliktusoknak a felsorolását látjuk a különböző szervi szintű megnyilvánulásokkal, alul pedig a vastagabb piros csíkok alatt a működés változásról szóló túlélő programjainkat fogjuk megtalálni ebben a táblázatban. És ez, amit itt a végére írtam, ez nem egy költői kérdés, hogy miért élünk meg konfliktusokat, hogyan tegyük feleslegessé. Akit érdekel, megkeresi a weblapon, és megnézi, és elgondolkodik, és szabad vele egyetérteni, meg szabad vele nem egyetérteni, szabad keresni rövidebb utat a megoldáshoz, de ez általában mindig hosszabb, mint a megbocsátás, és természetesen szabad mindvégig ragaszkodni az eddigi hibás tudásunkhoz, és akkor soha nem jutunk el a megoldáshoz. Felhívnám a figyelmet, hogy az ezotériával foglalkozó írások és tanfolyamok nagyban megakadályozzák az embereket abban, hogy valós megoldást eszközöljenek. Most nem akarok itt a megoldásokba belemenni, bár ez a kedvenc témám, amiről szeretek beszélni. A lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy mi az, hogy érzelmi szintű feloldás, és ehhez nem szükséges bevonni sem a karmát, nem szükséges bevonni sem az, hogy ki a hibás, nem szükséges semmi más, csak rájönni arra, hogy ki vagyok én valójában, és hogy mi a fenét keresek én ezen a földgolyón valójában. És amikor ezekre a pontos választ tudom, akkor onnantól kezdve fogom feleslegessé tenni ezt az egész táblázatot így, ahogy van. Jó hír ez. Tehát nem kell megtanulni. Van egyszerűbb megoldás. Hát akit érdekel, az természetesen jelentkezik egy ilyen képzésen. A krónikus betegségek, mint már utaltam rá, abból adódnak, hogy nincsenek érzelmileg feloldva a konfliktusok. Van, aki kitartóan ragaszkodik a meggyőződéséhez egy életen át, és hát természetesen az ilyen ember azt fogja érezni, hogy kattog a térde, mert makacsul ragaszkodik az igazságához, és akkor már recseg ropog a nyaka is. Még nem fáj egyik se, de már kattog. Meg kéne olajozni, ugye? De természetesen nem injekciókkal, hanem le kéne zárni a programot. Nyilván akkor jönni fog a fájdalom, és a biológia vissza fogja rakni mindazt, amit mi onnan tudatlanul lebontottunk. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy vannak helyzetek, amikor úgymond megoldom azt a bizonyos problémát. Miért? Ja, mert megváltoztak a körülmények. Ja, mert az, akire haragszom, az most nincs a szemem előtt. Ja, most éppen mással vagyok elfoglalva. Most nem tudok bemenni dolgozni, mert office-ban dolgozok oda-haza, tehát az utált kolléganő az most nem ül mellettem, és nem kell elviseljem sem a modorát, sem az illatát, sem a testi jelenlétét. De amikor van egy online konferencia és meglátom, akkor ismét indul a program. Ugye milyen egyszerű? Ez lesz a policiklikus lefolyás. Természetesen ez vonatkozik a tavaszi meg őszi
gyomorfájásokra, a visszatérő pollen allergiákra, ezek mind ide tartoznak, de legalább közte még van időszak, mikor jól is érzem magam. Viszont a függő gyógyulás az, kérem szépen, a biológia teljes kimerítését jelenti, mert amint látjuk, ugyan átment a program a megoldásba, de nem tud kifutni a gyógyulási szakasz. Azok a ismétlődő kék szakaszok, azok a gyakran ismétlődő sínek. Emlékeztető sínek, amelyek ugye mint konfliktus aktív szakasz leállítják a gyógyulást, aztán a gyógyulás újra beindul. Aztán megint leállítjuk, és megint újra beindul. Hát ez olyasmi, mint amikor a régi bakelit lemezjátszón elakadt a tű, és ugyanazt a dolgot ismételgette a lemezjátszó, míg valaki odébb nem lökte. Ki fogja odébb lökni a lemezjátszón a tűt? Vajon kinek a feladata? Vajon kinek a feladata? Nem a terapeuta feladata. A terapeuta csak arra tud rámutatni, hogy hol akadt el a gyógyulás, kezicsókolom. És hogyha hajlandók vagyunk ezen túllépni, akkor természetesen minden rendbe jön. Itt a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig történhet a megoldás. Volt olyan történet, hogy 45 évnyi köhögés után egy tanfolyam elegendő volt ahhoz, hogy a köhögés másnapra leálljon. Van olyan is, akinek 30 évet tart egy bizonyos programja, és még mindig nem tudott belőle kimenni. Tehát itt jön az, hogy egyénre szabott a történet, és ami ebben a legborzasztóbb, hogy nem csak szervi szinten, de agyi szinten, az agyi relében is ez a megakadt gyógyulási folyamat azért hatalmas pusztítást tud csinálni. És akkor ne csodálkozzunk, ha hát lesújtó véleményeket fognak az akadémikus orvosok mondani egy-egy helyzetről. Ezek lesznek az autoimmun, a gyógyíthatatlan, az ismeretlen eredetű korképek, de azért gondolkodunk Hammer doktor fejével, hogy ezekre is megtaláljuk a választ, nem de bár. A negyedik természettörvényben Hammer doktor olyan dologra jött rá, mint addig senki. Mert ugye Louis Pasteur óta nevezik ki a bennünk élő mikroorganizmusokat ellenségeknek, megvolt rá a jó oka, tehát meg volt támogatva, hogy ilyeneket leírjon, de ezt a Lyme-kor és a negyedik természettörvényről szóló előadásban részletesen megtudjuk. A lényeg az, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, ezek kérem szépen a mi barátaink, és itt most természetes gombáról, baktériumról és vírusról beszélek. Nem ember által előállított, ártó szándékkal előállított vírusról beszélek, mert azt úgy hívjuk, hogy biológiai fegyver. Tehát azok nem vonatkoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, amit a biológiai fegyverek indítanak el. Az egy teljesen más történet, az ugyanúgy a mérgezések, vagy az egyéb fizikai szintű megbetegedéseknek a csoportjába tartozik. A germán gyógytudomány az érzelmi alapon elindult és feloldott programokkal foglalkozik. De a balesetek, a mérgezések, a hiányos táplálkozások, a sugár vagy méregkezelések következményei, vagy az orvosi műhibák természetesen nem tartoznak a germán gyógytudomány körébe. Nos, a bennünk élő mikroorganizmusok fognak segíteni nekünk lebontani a felesleges sejteket, amint látjuk az agytörzs és kisagy programok során, tehát a gombák és gombabaktériumok fognak segíteni a falat konfliktusok, vagy a vélt vagy valós támadások, vagy az aggódás miatt kialakult meldaganat felesleges sejtjeinek a lebontásában. Na most ezek a lebontott sejtek már belépnek a biológiai reciklingbe, ugye? A biológia hamarabb megtanulta a hulladékgazdálkodást, mint az ember. Mindent feldolgozunk, ami feldolgozható a lebontott sejtekből, és ezt a nyirokrendszer végzi el, és ezért a nyirok, ugye a környéki nyirokcsomókba természetesen ki fognak tudni mutatni olyan sejtet, amit oda vitt el a nyirokrendszer feldolgozás céljából természetesen. De ez nem áttét, hanem ez a gyógyulásnak a bizonyítéka.
Az agyvelé és agykéreg által irányított programokban pedig sejtet sorvasztunk, ami majd visszaépül, amint látjuk, és a működésváltozás is itt van. A sejtek visszaépítésében a baktériumok és a vírusok fognak számunkra segíteni. Tehát, ha valakinek kimutatnak úgynevezett kórokozót a szervezetében, akkor vagy azt jelenti, hogy még túl sokáig ült a konfliktus aktív fázisban, és természetesen akkor megfelelő számú segítőt is fog a szervezetünk megengedni elszaporodni, ez mind agyi parancsra történik, nem kell nekünk ezen törni a fejünket. Vagy pedig azért mutatnak ki kórokozót, idézőjelbe, mert a programunk elakadt, ugye, az exudatív fázisban elakadt, és akkor ő rájuk fogják, hogy ők okozzák azt a bizonyos betegséget. Most a szövettani mintát csinálnak az exudatív fázisban, azt mindig rossz indulatúnak fogják nevezni. Ha a hegesedési fázisban csinálnak szövettani mintát, akkor az meg jó indulatú lesz, mint a mesében. Jók és rosszak vannak, és háború zajlik a szervezetünkbe. Ez már egy izgalmas regénynek megfelelő történet. Megvannak a szereplők, a támadunk, védekezünk, stb. Szóval el lehet ezt ilyen meseszerűen is mondani. Ez azt hiszem senkinek a szervezetét nem érdekli, hogy az orvostudomány mit állít róla. A hangyákat se érdekli, hogy mi mit fogunk rájuk fogni. Ők a túléléssel vannak elfoglalva, a mi biológiai testünk is a túléléssel van elfoglalva, és ha megengedjük neki, hogy helyrehozza önmagát, a jó hírem az, hogy ezt meg is fogja tenni. Az ötödik természettörvény teszi fel azt a gyönyörű koronát Hammer doktor életművére, ami annyira egyszerű, de annyira egyszerű, hogy erre bárki rájöhet mindenféle állatkísérlet vagy statisztikai kimutatás nélkül. Mert ha megfigyeljük a természetet, akkor minden, ami él, az élni akar, szerintem ezzel mindenki egyetért, vagyis minden élő lény minden nap a túléléséért és a faj fenntartásáért fog küzdeni. És nem érdekli a mókust per pillanat, hogy milyen volt a nyár, mert ő most ezt a telet kell megoldja. Az se érdekli, hogy milyen lesz a tavasz, azt majd megoldja akkor, mikor tavasz lesz. Vagyis egy lényeges különbség köztünk és az állatok között, hogy az állatok mindig jelen vannak a pillanatban, természetesen félelemmel teli figyelik, hogy mi van körülöttük. Az ember viszont már beköltözött a fűtött, világított, védelmet nyújtó házba, és innentől kezdve ezek a programok számunkra természetesen, hogy nem szükségesek, gondoljuk mi, viszont el vagyunk merülve a gondolatainkba. Az agyunk viszont a múltban és a jövőben zakatol. Sosincs jelen a pillanatban. És nem egyszer a működésváltozás csupán annyi segítséggel állt vissza, tehát béna ember elkezdett járni, csupán attól, hogy megjelent a pillanatban. Csupán attól, hogy odafigyelt, hogy itt és most mi történik vele, és nem a múltban kóricált az agya. Tehát nagyon jó lenne megértenünk, hogy ha minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, ami bennünk a szervezetünkben történik, akkor van valami logikai értelme a pániknak? Ugye, hogy nincs? Csak meg kéne nyugodnunk. Ja igen, a megnyugváshoz el kéne tudni fogadni, hogy tényleg így működik a biológiánk. De ezt nem muszáj elfogadni, természetesen szabad pánikolni, szabad szedni marékszáma gyógyszereket, de szabad megnyugodni. Itt mindenkinek a szabad akarata dönti el, hogy a továbbiakban mi fog vele történni. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért nem ezt tanítják az egyetemen. Hát vajon miért? Mert akkor mindent át kellene írni a medicinából. Ezzel foglalkozok per pillanat. Átírni a medicinát érthetően az öt természet törvény szemszögéből, Hammer doktor gondolatait alkalmazva, és természetesen az esettanulmányait.
Hammer doktor téziseit végre egy egyetemen igazolták 98-ban, a Nagyszombati Egyetemen, bár ezt újabban már letagadják, hogy ők ilyet kiadtak, de hát itt van a bizonyítvány, megvan a német nyelvű bizonyítvány is, ez a magyarra fordított bizonyítvány, úgyhogy mindent elkövetnek, hogy Hammer doktort elfelejtsék, kitöröljék, de kérem szépen, az információ már bent van az éterben, bent van az univerzumban, aki erre hangolódik, az ezt az információt megkapja. Ez ennyire egyszerű. Szóval a természettörvényeket, ha bevezetnék mondjuk a tanításba, már az iskolába ezzel foglalkoznának, vajon mi lenne? Már a gyermekeink is oda tudnának figyelni arra, hogy ne betegítsék meg önmagukat se, meg a másikat sem. Szóval a Trnavai Egyetem igazolta, viszont az az egyetem, ahol Hammer doktor végzett Németországban, kérem szépen, mai napig nem igazolta, sőt elutasította. A bírósági végzés, ami arról szólt, hogy kötelezte az egyetemet arra, hogy felülvizsgálja Hammer doktor téziseit, ennek ellenére a Németországi Egyetem nem volt hajlandó ezzel foglalkozni. Szóval vajon miért? A kérdésre a választ mindenki meg fogja adni, ha a weblapnak az egyéb oldalain is szétnéz, amelyek most rendelkezésre állnak. Az ébresztő menüpontban rengeteg ilyen dolgot találunk. Nos, eljutottunk, hogy neuroendokrin tumorok. Azért azt tudnunk kell, hogy a szervezetünk irányítása az idegrendszer és a hormonális rendszer alatt van. De hát a főnök az idegrendszer, és ezt tudhatni a hormonális rendszerre. És tudjuk, hogy vannak endokrin meg exokrin mirigyek. Az endokrin az azt jelenti, hogy belső elválasztása, az exokrin azt jelenti, hogy egy mirigy az a váladékát egy csövön keresztül a rajta kívüli térbe üríti. Nos, a sejtnek a felépítését, ha megvizsgáljuk, akkor tudjuk, hogy annak a citoplazmájában vannak úgynevezett Golgi készülékek, és ezek lesznek fejlettek azokban a sejtekben, azokban a szövetekben, amelyek valamilyen váladékot vagy hormont termelnek. Nyilvánvaló, hogy a váladék lehet az emésztőnedvtől kezdve, egészen, mit tudom én, a pajzsmirigy hormonjáig, tehát valamit termelünk, vagy könnyet, vagy nyálat, vagy bármit. Tehát ezekben a Golgi készülék lesz látható, és ez a tárgylemezen, ugye mikroszkóp alatt úgy néz ki, mint granulumok, vagyis szemcsés megjelenése lesz, mert azt tudnunk kell, hogy amikor szövettani metszetet csinálunk, akkor azt a vékony, néhány mikron vastagságú szövetmetszetet, azt megfestik hematoxin eozinnal legtöbbször, meg vannak speciális festések, ebben nem megyünk bele, de pont azért kell megfesteni, hogy láthatóak legyenek bizonyos részek a sejtben, különben a fény átmegy rajta, és nem látunk belőle semmit. Nos, ezekben a granulumokban, vagyis ezekben a kis részecskékben tárolódnak azok a hormonok, amelyek biogénaminok, meg peptidek, meg egyéb hormonok, amelyek a vérpályába ürülnek, és jellegzetes klinikai tüneteket hoznak létre. És ezeknek a tüneteknek a megjelenése rapszódikus, tehát policiklikus a lefolyás. Miért? Mert policiklikusan kerülök sínre, hogy vérthető legyen a germán gyógytudomány ismeretében, és amikor sínre kerülök, jönnek a rohamok, vagyis ürülnek ezek a hormonok ezekből a sejtekből, amikor meg nem, akkor meg minden rendben van és nyugalom van. Ezek a tipikus tünetek, a kipirulás, az a flash, a hasmenés, a vérnyomás kiugrás, és emellett természetesen ugye jönnek a kivizsgálások, mert ugye tudjuk jól, hogy egészséges ember nincs, csak még nincsen rendesen kivizsgálva, és a laboratóriumi képalkotó, meg molekuláris biológiai vizsgálatok
lesznek szükségesek a helyes diagnózis felállítására. Hát hála Istennek ezek a molekuláris biológiai vizsgálatok írtó drágák, és ezért mindenki nem fog ilyen vizsgálatra kerülni, hála Istennek, ezért nem fognak annyi neuroendokrin tumort felderíteni, mint amennyit valójában most, majd az ismeretek után rájövünk, hogy mennyi van. Nos, ezek arra a neuroendokrin tumorokra jellemző, hogy úgynevezett enterokromofin sejtekből épülnek fel a tápcsatornába. Ezeket mi még az egyetemen X plusz egy évvel ezelőtt, ugye karcinoid tumorként tanultuk, akkor még csak itt tartottunk, most már ezeket átrakták a neuroendokrin tumorok kategóriájába, és kiderült, most kapaszkodjunk, hogy nem csak a tápcsatornában vannak ilyen enterokromofin sejtekből kiinduló tumorok, tehát amelyek még termelnek plusz dolgokat, hanem a pajzsmirigynek a C sejtjéből. Aztán a mellékpajzsmirigy, a hipofizis adenoma, a neuroblasztoma során a pánkreász, a hasnyálmirigy sziget sejtjei, tehát ami inzulint és glukagon termel, tüdődaganatok, és még más szervekben is, vékonybél, vastagbél, petefészek, here, szóval ez elképesztő. Miről lehet itt szó, kérem szépen, hogy ennyi féles szervben megtalálunk egy bizonyos fajta sejt szaporulatot. Nos, akkor, hogy emlékeztessek mindenkit, először is az enterokromofin sejtekről a mellékvesevelő kapcsán beszéltem, mégpedig a feokromocitóma összefoglalásában, úgyhogy ezt majd egy kicsit át fogjuk ismételni, hogy lássuk, hogy mi a kapcsolat ezek között. Most nézzük akkor, hogy milyen programok azok, amelyek ezeket a szerveket valójában érintik. Mert ugye tudjuk jól, hogy a pajzsmirigy program arról szól, hogy túl lassú vagyok a falat megszerzéséhez, és tudjuk most már, hogy falat bármi, ami a túlélésemhez szükségeltetik. És ez mondjuk a fizetés, vagy a fizetés emelés, vagy az előléptetés, vagy értjük? Tehát amikor nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég gyors, mert túl lassú vagyok, és nincs lehetetlen, csak tehetetlen, ezt a programot gyerekkorunkban a fejünkbe verték, és még mindig így élünk, akkor ne csodálkozunk, hogy a pajzsmiriggyel problémánk lesz. Lásd az erről szóló előadást. A mellékpajzsmirigyről is van előadás, mert ott sikerült megfejteni, hogy Hammer doktornak ez a mondata, hogy konfliktus melynek során túl alacsony kálcium szint miatt nem tudom biztosítani az izomnak az összehúzódó képességét, ez arra vonatkozik, hogy és ezért nem tudom az áhított falatot bekebelezni, tehát túl gyenge vagyok a falat megszerzéséhez. Ez a probléma. Aztán jön az ellenszegülési meg félelemundor konfliktus, ezt ismerjük már a cukorbetegségről, diabétesről szóló eladásban. Aztán jön a máj, ami mindig az éhenhalási konfliktussal indít be szövetszaporulatot. Jönnek a bélprogramok, ugye, hogy nekem ebből a falatból kevesebb jut, és lesz belőle krumbetegségem, vagy szarul érzem magamat, és lesz belőle vastagbél, vagy végbélprogramom. És ott van a tüdőprogramban a halálfélelem és a birtokféltés, a mellékvesevelőben pedig az elviselhetetlen stressz. Hát ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a germán gyógytudomány ismerete még nagyobb káoszt teremtett a fejünkben, mint volt. Na, próbáljuk akkor összehozni a közös nevezőt, mi ebben a közös. És akkor, mint szóltam, a mellékveséről már beszéltem egy külön előadásban a kérgi és a mellékvese velő részről is. Most csak a mellékvese velőt ismételjük át egy-két fólia segítségével, hogy lássuk aztán a végső összefüggéseket. Ugye tudjuk jól, hogy a mellékvese velő tulajdonképpen a noradrenalint, a dopamint és az adrenalint fogják számunkra biztosítani, és ezek erősítik a szimpatikus idegrendszer hatását, tehát a stressz
alatt termelődnek, mégpedig az elviselhetetlen stressz során termelünk noradrenalin, dopamint, adrenalint. A feokromocitómának nevezett korkép, ami görögül ugye annyit jelent, a sötétszínű sejtszaporodás a mellékveselőben, azt jelenti, hogy emelkedik ezeknek a hormonoknak a szintje, és szövettanilag pedig kialakul a mellékvese állományának a túlszaporodása, vagyis a mellékvese adenóma. Nos, kérem szépen, a túlzásba vitt szorongás, feszült idegállapot, pánik jellemzi érzelmileg ezt a helyzetet, természetesen súlyosan emelkedik a vérnyomás, a pulzus, fokozott az izzadás, fáj a fejünk, fogyunk, a vércukorszint meg a szabad zsírsavszint emelkedik, hiszen szükség van a stresszben a magasabb vércukorszintre, hogy megoldjuk az életveszélyes vagy életet veszélyeztető helyzetet, és ne feledjük el, hogy tehát a feokromocitóma, vagyis a mellékveselő akkor fog, mondjam úgy, hogy idézőjelbe beindulni, ha az egész szervezetünket, az életünket fenyegető, nagyon feszült idegállapotról van szó. Tehát mindenestől. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a ganglion blokkoló vérnyomáscsökkentők segítenek, természetesen csökkenteni a szimpatikus idegrendszernek a hatását. Az én időmben még lehetett kapni klonidint meg alfa-metildopát. Most a moxonidin az, ami hatóanyagként elérhető a patikákban, és ezek az imidazoló receptor és alfa-2 receptorokat izgatva fogják blokkolni ezeket a központokat, amelyek ugye a magas vérnyomáshoz vezetnek. Nos, felteszem a kérdést, még nem gyanús senkinek semmi? Pedig már itt van a küszöbön a megértés, kérem szépen. Mi a közös a felsorolt daganatokban? Ugye arról volt szó, hogy mindegyikben hasonló granulumokat és ugyanazokat az anyagokat mutatják ki, és a vizeletből ki tudják mutatni ezt az 5-hidroxi-indol-ecetsavat, a vérből a kromogranin át. Most már ott tartunk, hogy a feokromocitóma esetén nem a vanil-mandulasavat, hanem ezeket mutatják ki. Biztos azért is, mert ez egy drágább módszer, mint a vanil-mandulasav kimutatása. Már bocsánat, hogy ilyen szempontból is megközelítem a kérdést, de akkor még mi is a közös? Tehát ugyanazt a hormont fogjuk kimutatni, akár a tüdőben van, akár a mellékvese velőben, akár az emésztőrendszerben, akár a pajzsmirigyben, akárhol is van az a bizonyos neuroendokrin tumor, ugyanazt mutatom ki a vizeletből, illetve a vérből. Akkor miről van itt szó valójában? Mit kellene megérteni? Nos, kitaláltuk? Itt van a lényeg, hogy a félelem tárgya az elviselhetetlen stressz, de itt, amikor szervre vonatkozóan élem meg, tehát amikor a halálfélelmet élem meg elviselhetetlen stresszként, akkor nem a mellékvese velő, hanem a tüdőben levő sejtek fognak erre reagálni. Ha az éhehalástól való félelmet élem meg, mint elviselhetetlen stressz, akkor természetesen a májban fogják kimutatni ezeket a neuroendokrin tumorokat. És hála Istennek, hogy volt szerencsém találkozni ilyen pácienssel, és a feltételezésem bebizonyosodott, hiszen az a lényeg, hogy ilyeneket csak azok fognak csinálni, akik nagyon hirtelen tudnak maximálisan 200%-on pörögni. Tehát aki hát hogy is mondjam, nem éppen a nyugodtságáról jellemző, akit egy robbani tud egy pillanat alatt, és minden, de minden érzelmet a legmagasabb hőfokon él meg. És természetesen, hogy akkor
Ezekben a szervekben ez a hormontermelés fog beindulni, és ki fogják mutatni, mint neuroendokrin tumort ott. Nos, ez itt egy nagyon lényeges kérdés és útravaló, hogy ezeket a dolgokat megértjük, vagy nem, hajlandók vagyunk-e, hát hogy is mondjam, a reakciókon változtatni. Mert ne feledjük, hogy a reakció az egy biológiai válasz. Minden pillanatban el kell döntsük, hogy üs vagy fus. Ezzel nincsen semmi, de semmi probléma. De nem mindegy, hogy milyen erővel, mekkora intenzitással reagálok én egy adott, hát konfliktust jelentő helyzetben. A szándosztatin lár injekció, az kérem szépen egy csomó mellékhatással, figyelmeztetéssel, stb. Jár, tessék beírni a keresőbe, elolvasni, én nem akarok itt ellenreklámot csinálni, de a lényeg az, hogy elismerik, hogy ennek a havi adagolásával a tüneteket 50%-kal tudják csökkenteni. Tehát szedhető egy életen át, vagy hajlandó vagyok odafigyelni a reakcióimra, hajlandó vagyok a félelmemnek a fokát egy kicsit lesmérlizni, legyalulni, és megérteni, hogy ezek a félelmek, ezek csupán a biológiai testemnek a félelmei. A kérdés az, hogy én kivel azonosítom magam. A 4% biológiával, vagy valaki mással. Szóval a logikus biológiai gondolkodással rádöbbenhetünk arra, hogy még mindig az érzelmi feltárással fogjuk megoldani a valós okokat, vagy kell a következményeket kezelhetjük egy életen át, havi egy injekció, tessék megnézni, mennyibe kerül. Azt mondja a beteg, hogy azért 100%-ért kapja, mert ugye a TB kifizeti, igen, de a TB-t meg kifizeti, kitartja el a TB-t. Ugye tudjuk a választ. Szóval a germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható és előrejelezhető. És szeretném tudatni, hogy az érzelmi megoldás az igazi megoldás. Ha nem, akkor szenvedhetek tovább tudományosan vagy okosan, ki hogy akarja. És nem az a kérdés, hogy mikor tanulja meg valaki a germán gyógytudományt, az a kérdés csak, hogy mikor fog végre kibékülni önmagával és a világgal. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és remélem, hogy segített ennek a témának a feldolgozása is abban, hogy találjuk meg a biológiai gondolkodást akkor is, ha látszólag úgy tűnik, hogy semmi összefüggés nincs az egyes tünetek vagy jelenségek között, természetes ennek a kereséséhez nem árt némi alapképzés, mondjuk élettan, kórélettan, az anatómia és embriológia mellett, meg mondjuk egy kis klinikai tapasztalat, de hát mindenki hozzászól a germán gyógytudományhoz is, mint a focihoz, vagy a politikához, vagy az időjáráshoz. A legfontosabb csupán annyi lenne, hogy mindenki lássa be, hogy meddig tartanak az ő ismeretei, és merjen segítséget kérni akkor, ha valahol elakad.